Wounded and tired, Ciri collapsed in a swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Ez már a 28. Witcher stream, mióta elkezdődött a Next Gen update, mióta megjelent a Next Gen update. Igen. Miért a kérdés, hogy Geralt miért néz ki így? De hát túl vagyunk azon a bizonyos Triss-es questen. Túl vagyunk azon a bizonyos Triss-es questen, amikor kosarat adtunk neki. Hát elég szomorú és csalódott volt. Mi is azok voltunk. De most már megvagyunk vele. Megvagyunk vele, és nehezen, de még mindig találok olyan questet, amit itt meg lehetne csinálni a novigradi veleni területen, mielőtt még Skellige-re átmennénk. Úgyhogy ma is itt csináljuk, amit még lehet. Most kaptuk meg azt a questet, amin én amúgy nagyon meglepődtem, hogy ez így most jön. A most vagy soha. A most vagy soha quest fog következni ma, de a most vagy soha quest az egy olyan quest, ami lehetetlenné tesz pár questet, amit megcsinálhatnánk még előtte. Úgyhogy gyorsan megnézzük a Witch Hunter-eket, hogy melyikeket csináltuk már meg, illetve melyikeket nem, mert az a gond ezekkel a proximity-s eventekkel, küldikkel, hogy így nehéz őket trackelnem, legalábbis visszanéznem a botba, hogy mikor mi volt. Úgyhogy most így kicsit átnézzük, hogy mi maradt még Novigradban. Már nem sok minden van. 37,3%-on járunk amúgy a teljes végigjátszásban. És mint látjátok, ez már majdnem a 24-es szint, 23.000 aranyjal. Nagyon jól állunk. És jó pár küldetés, ami amúgy itt van a journalben, ez már Skellige-re szólít minket. Igen, Triss kosarat kapott. Úgyhogy sajnos a journalből nem nagyon tudunk mit csinálni. Azon kívül, hogy igen, az se. A most vagy soha. Tehát más itt most nincsen. Minden, ami itt van, az vagy DLC, vagy Skellige-re szólít minket. Úgyhogy a most vagy soha, hát megelőző questek jönnek. Vagy eventek. Na nézzük. Van itt nekünk egy olyan, hogy Witch Hunter Raids 1. Azt csináltuk, az egy macskás nő követte azt a Witch Hunter Raids 1-et. Witch Hunter Raids 2, ezt a Matter of Life and Death után lehet megcsinálni. Na nézzük, ez hol van. Witch Hunter Raids 2. Szerintem már ezt is csináltuk, elmegyünk oda, megnézzük. Tizenegykor el kell menned ügyet intézni? Hát reméljük akkor nem tart sokáig. Na elvileg ide kell jönnünk. Elvileg oda. Meg természetesen sérót kell váltani. Durva egyébként, hogy kettő mellékküldetés, gyakorlatilag kettő mellékküldetést tudtam csinálni legutóbb, és nem többet. Igen, igen, ez a bálos rész volt, és hát azért nem volt jó, mert itt kellett kosarat adni Trissnek. Dafonesco, hello! Köszi szépen a 4 hónapot. Srácok, peregjenek a szegek, mutassátok meg, hogy kell ezt csinálni. Köszi a támogatást. Láttad a klipet, hogy hogyan bókolok?
Jó, de ez egy Yennefer-es végigjátszás. Igen, igen, megcsináltam az itemi gventezést, amit meg kell csinálni annak, aki minden kártyalapot össze akar szedni. Zed, köszi szépen az unikornisos sírt. És köszi szépen, srácok, a pergetést. Végre egy kis Witcher, ne is mond, ne is mond. Én is már nagyon vártam. Move it. Tök király lenne befejezni a Dungeon Siege-et. És a... Our modest fellowship expands. Praise the sub. És a... Hoppácska, mi ez itt? Where are you scurrying to, Rich? Let's see your lássuk a menleveled. Milyen menlevel? Menlevél. Ami igaz, hogy nem vagy varázsló, anélkül nem lépedsz be és ki Novigrádból. Ha. Azt hittem, hogy kellett visszentenem, de nem. Miért van lezárva? Hogy megtisztítsuk a varázslóktól, boszorkányoktól és egyéb söpredékektől, akik ide gyűltek, mióta megkezdődött a háború. Elkapjuk őket az utolsó szállig, és mágiára vetjük őket. Na, Fonesco, köszi szépen az ajándékot. Köszi szépen, hogy Guitar Guy van. A harmadik hónapját lehetővé tetted ezzel. Ismét csak peregjenek a szvegek, srácok. Ismét csak peregjenek a szvegek. Nincs menlevelem. Akkor eddig és ne tovább. Következő. Várj, hogyan szerezhetek menlevelet? Kezdheted azzal, hogy felajánlást teszel az egyháznak, aztán három tiszta lélekkel, aki igazolja kilétedet. Sigi Ruven üzenetét küldi. Örök tűz menlevél. Mindenki, aki érint. Mindenkinek, akit érint. Tudatára adatik, hogy ezen írás felmutatója a nappal és az éjszaka óráiban is jogosult belépni Novigrád szabad városába, és ebbéli szándéka okán semmi nemű késedelemnek, bántalomnak vagy zaklatásnak kitenni nem szabad. Őszentsége Hemmelfárt főpap. Ezt meg azt, egyebeket, meg apróságokat akar behozni a városba. Jó. Ez a Trisses... Ez a Trisses quest. Jó pár dolgot elindított itt a városban, ahogy látom. Mert eddig ilyen beszélgetések nem voltak. Ja, itt Sigi Ruven volt a lényeg, igen, igen. Hogy beszóltak a hajamra?
Most elhajadt mostanában? Hát persze. Tudod, ki kezdte háborút? Nilfgaard természetesen, a katonai lépték át először a határt. Nem ilyen egyszerű, a másfajúak műve. Akik a Pontár túlpontját ülnek, fekete vért a császári katonák, nem driádok. És kikovácsolták a vérteket? Törpök. Ki fizetett érte? Olyan törp bankárok, mint a Vivaldi. És mikor kezdődött a háború? A varázslóváros Lukmunban tartott csúcs találkozó idején, és a varázslók között, ahogy mindannyian tudjuk, rengeteg a tünde. Igaz, ott van Ida Emen, meg az a Francesca Findaber, az a Jennifer Wennerberg, még az is negyedrészt tünde származék. Mégis csak neked lesz igazad? Még el is takarta az arcát. Nagyon kibeszélték itt a politikát az arcok. Minél jobban elnyújtat, annál egy gyerek sírásszerűbb, az tudatalatt üzenetként működik. Okos gazember vagy, te professzor! Ugye mondták, hogy... Hogy úgy koldoljanak, hogy ne azt mondják, hogy kenyér, hanem azt, hogy kenyér! Mert az tudatalatt hat az emberekre. Mennyien beszélnek most amúgy? De durva. Ti ketten kopjatok le. De vadász uram, senkinek se vagyunk útjába, senkit se háborgatunk. Na ez lesz az. Ez lesz az. Ezért jöttünk ide, srácok. Helyén vagyunk. Inkább háborgattok. Tűnés vagy, keresztülöljük a torkotokat. Jól szórakoztok? Eléggé. Szeretnéd, ha veled szórakoznánk? Na nézzük, hogy van-e itt valami érdekesség. Hát csak annyit írnak, hogy érdemes megcsinálni. Nyomják. Eddig jó. Ez gyors volt. Gyors és egyszerű. Izét nyomtam volna. Reveliót. Jó. Tetszik ez a build, van ilyen ignis is? Hát van nekem ignim, de az nem ignire van építve ez a build. De amúgy lehetne. Ezeket olvastuk. Itt van amúgy valahol, hogy hívják, fodrász, csak gondolom, mivel este van, ezért nem elérhető. Várunk reggel 7-ig. Aha, igen, igen, itt van. Greetings to the honorable gentleman. Razors, scissors, knives, grouter sharpeners mere moments ago. Need a trim. Think you can manage?
Na, most csak haját igazítunk. Oldalt felnyíl a fejtetőn, rövid hátul varkocs. Borolt feltre, csak varkocs maradjon. Lazán hátra vésülve hátul összefogva. Ez nem a részeg. Ez nem. Tökéletes. Igen, amúgy ezt elfelejtettem levenni a maszkot. De. Jók vagyunk. Főleg így. Így vagyunk a legjobbak. Ez az FPS mód. Na, oké. Szóval Witch Hunter Raids 2 megvan. Witch Hunter Raids 3-at fogjuk megnézni. Ebben van 3 is. Amúgy nincsen. Lehet, hogy csak 2 van. Ja, csak 2 van. Akkor jó. Akkor most már csak egy dolog választ el minket attól. Most el kell menni egy ajtóba, mert nem egy ajtóba, hanem van valami event az egyik kapunál, ahol meg kell mentenünk egy mágust, persze, hogyha meg tudunk. Feltéve, hogyha meg tudunk. Na nézzük. Elvileg. Hát elvileg ez az. Nem tudom, hogy mi triggereli azt, ezt az eventet. De megnézzük, hát ha találkozunk azzal a mágussal. Az a mágus ismerős lehet nekünk egyébként. Az előző streamben már feltűnt. És mondtam. Valaki ránk akar támadni, de hogy ki? Közöm sincs. Amúgy rossz fele megyünk, most látom. Give me the coin! Igen, láthatátok Geralt gondolatait. Már fél napja várakoztattok itt. Aha, ja, szerintem most jó lesz. Kit keresünk? Móricket, amúgy Móricot. Hát ez nem az. Ez nem az a bejárat. Nem varázsolt semmit becsület szavamra. Egy tünde becsület, ez szart sem ér. Jó. Azt nem tudom, hogy hogy lehet oda jól átmenni. Másik bejárat kell nekünk. A Terik, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapja tartó támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Oké, ez az. Ne, kegyelem, mindent elmondok, mindent. Oké. Okay.
Aha, így kell át akkor ezek szerint. I know you. Herbert Steifenthal, right? Triss's friend. Didn't see the slightest reason to flee Novigrad. The same. Just singed. I thank you, Witcher. And I... Ő volt az, aki beszólt Trissnek. Na hát ezt én nem tudtam, hogy meg lehet menteni. Én sem tudtam, de nem igazán értettem. Tehát, hogy le volt írva itt a guide-nál, hogy meg lehet őt menteni. Én is csak onnan tudtam. Elismeri, hogy tévedett. Keresd meg Triss, talán még hajlandó segíteni. Here's my advice, and it's good advice. Find Triss. Lame Duck might still be willing to help you. Szevasz, feca. Hogy megy a game? Hát, próbálkozunk, kísérletezünk. Itt mindenfélével. Még Skellig előtt próbálunk a lehető legtöbb dolgot így megcsinálni. Na, szóval úgy néz ki, hogy ez a birtokos event kellett, a végálbádos küldetése kellettek ahhoz, hogy őt itt meg lehessen menteni. Tök jó, tök jó, tök jó. Na hát akkor úgy néz ki, hogy ezzel is megvagyunk. Móriczkát megmentettük. Van még egy nagyon fontos dolog, mielőtt még a most vagy sohába belekezdünk. Witch Hunter raid-eket megcsináltuk. Igen. El kell mennünk Olivierhez. És játszani vele. Illetve meg kell néznünk a Gwentes küldiket is, hogy minden Gwentes küldivel megvagyunk-e már. Na. Tehát Olivier Novigrádban van, a The Kingfisherben. A Kingfisher pedig a főpap téren van. Ja, hát azt nem fogjuk valószínűleg elvéteni. Ott az. Go. Na, keszeg. 7 drágám, tetszik, amit látsz? 7 szép fiú. Az igen. Csoda, nagy üzembe üzték itt. Basszus. Ezt a hidat még sose használtuk. Hát micsoda sarkát. Wow. Valószínűleg itt van az... Hol is van? Nem itt van. Ja, ez a hátsó bejárat volt. Oké. Kérdés, hogy a kocsmába hogy juthatunk be. Hú, ismeritek ezt a pályát? Hát ez a Fortival van benne. Ezt a Fortiból lopták ezt a pályát. Leltár miatt zárva, na ne szívas. Az a Karentan. No. Csak be kéne tudnunk jutni abba a kocsmába. Jó. Igen. A Fortiból lopták ezt a pályát. Szánalmas. Mutasd, mivel kereskedsz. Jó. Hát, ha ő az illető, aki kellett nekünk, hogy hívják? Ezt lehet tudni? Olivier. Na, hát Olivier-től megvettünk mindent. Jó. Egy kicsit aggaszt egyébként, hogy itt
Mit csinálj minden. Tehát Novigrádban 2, Vizima Királyvárba 1, Novigrádba 2. Ezt meg kéne csinálnunk, srácok. Most az a nagy alok, hogy ezt hogy kéne megcsinálnunk. Tehát a Play Olivier Before Now or Never, igen, az ugye már megvan. Meg kell néznünk. Van egy... Amúgy valószínűleg már ezt is megcsináltuk. Sztyepán. Hol lehet a Sztyepán? Egy pillanat. El fogunk fast travel-ozni Oxenfordba. Mert most azt akarom megnézni, hogy mindenkivel játszottunk-e, aki ilyen fogadós. Ja, a Karentent azt én is szerettem. Na, elvileg oda kell mennünk. Úgyhogy ezt nézzük meg most gyorsan. Tényleg az a gond, hogy a küldetés, amit kell csinálnunk, az egy hatalmas vízválasztó. Én úgy emlékszem, hogy őt már elvártuk. Emlékszik ránk. Mi is emlékszünk rá. Jó, nincsen izé kártyája. Tehát akkor őt is ki lehet pipálni. Sztyepán. És van még nekünk egy... Egy sima fogadós nevű emberünk. In at the crossroads. Hoppá. Szia Morgadosz, szevasztok srácok. Ez... Ott. Ez az. És itt kell beszélnem a fogadóssal. Szerintem amúgy ez is megvan. Számít, hogy honnan van a kaja, ami... Hú, itt most nagyon sokan beszélnek, srácok. Na jó, és itt melyik lehet? Na várjatok, meg kell nézem, mert hogy itt nem látok izét. Kocsmárost. Ha látom, tehát ennek a csávónak a fején egy fehér kendő van. De nem dolgozik, az hogy lehet? Neki kellett megkeresnünk a tesóját, szegény Bruno azóta is itt áll, annyira sokkolta ez a hír. Hoppá, visszajött. A csapos, tényleg. Wouldn't mind a drink. Show me what you got. Na, srácok, úgy néz ki, hogy ezt a questet megcsináltuk, az a más kérdés, hogy mikor. De szerencsére
a fogadósokkal, csaposokkal való játék az, az megvan. Olivier-től bezsebeltük a lootot. Voltunk a részeg fodrásznál is. Azt is majd meg kell néznem, hogy az mikor volt. Ez nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű, ezt majd vissza kell nézni. Jó. Célpont kell, igen. Most éppen pipálgatom ki azokat a dolgokat, amiknek meg kéne lennie. Na. Na. Van még itt egy quest. Hoppá. Van még itt egy questünk. Az a neve, hogy Warehouse of Woe. Na nézzük, hogy ez honnan indul. Ez, srácok, Novigrad. Aha. Remélem, hogy ezt se csináltuk még. És arra kell mennünk. Ez most, amit csinálunk, a Skellig előtti questek felszámolása. Na itt van. Mi kell még gondolkodni? Bilincsijeljétek meg a kurafit, meg akart ölni. Ha az utca ezt nem fogod rám kenni. Mi a probléma? A francba? Még egy másfajú? Ezek mindenhol ott vannak. Csendet, ezt gyorsan elintézzük. Van-e itt egy kis Witcher munka? Kapható vagy rá? This will be done, your friend. Now just be quick about it. I've wasted enough time on these two pricks. A shared warehouse. Van egy közös raktárépületük, amiben egy szörny van. You put it there. You meant to rip my noodle off so you could get your paws on my goods. Don't try to spin this, Shorty. Shorty, azt mondja. Beast's gotta be dealt with. That's that. So what'll it be, would ya? A mainland questek nagy részt megvannak. Mainland quest, azt nem tudom, mi, az micsoda. Megcsináltunk mindent Velendben, és megcsináltunk mindent Novigradban, ami főküldetés. És hát ilyen melléküldetésekből is nagyjából mindent megcsináltunk, ami még ugye nem visz át minket Skelligére. De amúgy felkiáltva el Witcher 3 lista, és ott meg tudjátok nézni, hogy mi az, ami megcsináltunk, és mit nem. Hát persze, segítünk nekik. Ezek a másfajok mindig összetartanak. Be fogják bizonyítani, hogy nem is gúl van bent, hanem egy szegény, elhunyt nagynéném. Az aggodalmak tárháza. Geralt még a legidillébb falucskában sem húz ki egy napot anélkül, hogy szörnyek nyomába ne küldenék. Ennek tudatában alig ha meglepő, hogy Novigradból is ilyesmivel találták meg. Egy alkalommal azzal, hogy tisztítson meg egy raktárat a nekerektől. A két tulajdonos, egy ember és egy törp, egymást vádolta a szörnyek odacsábításával, mert mindkettő kizárólagosan akarta birtokolni az épületet. De hát én nem is... Ő megölte magát, srácok.
Különös, ha nekerek ritkán mennek bárhova is egyedül. Széles mély nyomok. Egy törpé lenne? Valaki egy ketrencben tartotta. A rudakat elfűrészelték, ezért szökhetett meg. Oké. De csak kettő nyomot lehet találni, és mind a kettőt megtalált. So, you take care of the beast. Igen, elbántunk a bestiával. Tudta, hogy a leggyorsabb mód, ha felfogadnak egy vicsárt. Kiderítettük-e, hogy jutott be oda? Na, el lehet neki mondani azt, hogy nem. Jó. Ha azt mondjuk neki, hogy nem, akkor a kapitánynak átadja a feladatot, és akkor beküldi a nyomozókat, és akkor nekünk ugye vége a questnek. Ha azt mondjuk neki, hogy találtunk egy ketrecet, akkor utána megkérdezi, hogy találtunk-e mást. Tehát valamelyikük azt akarta, hogy kiszökjön. Melyikük volt az? Rá lehet fogni az emberre. Hát a törf volt. Tehát a törf volt. Szerintem, ha az emberre fogjuk, akkor az egy sokkal viccesebb véget eredményez amúgy. Mert hogy igazából nincsen, mindegy, hogy mit mondunk, a jutalmukat meg fogjuk kapni, 25 XP és 60 ezüst. Ha a törpöt választjuk, akkor tiltakozni fog. Tiltakozni fog, de elviszik. És az emberünk azt mondja majd, hogy alig várja, hogy lássa lógni a törpöt. Jó. Az embert fogjuk. Mert mindenki megenteszi a környéken? Nem, mert még azt írja, hogy van kettő. Minden oké, és mocskos mákos. I think it was the man. Hates non-humans. Purest motive in the world to get rid of the dwarf. What motive? The Scabrous freaks are colluding against me. Sure they are. You can tell me all about it from inside your cell. Thanks for your help. Here's your pay. Come on. Prick finally got his comeuppance. I'll buy his stock for coppers and the crown. Why'd he even do business with you if he hates dwarves so much? Ah, he only talks tough. Wasn't he at all prejudiced against dwarven coin? So why'd he try to kill you? Him? Ah, that fool could never plan something like this. Too watery between the ears. Túl sok a levegő a füle között. Milyen paraszt volt ez a törp. Azt hittem, hogy érdekesebb lesz ez az ending. Jó, ez ennyi volt. Megcsináltuk az aggodalmak tárházát is. Jó. Ott is van 60 korona, 60 garas.
van még egy feladatunk. De mielőtt még melléküldit néznénk, megpróbálunk minden... mondjuk valószínűleg a már felfedett boltosoknál nem lehet Gwent lap. De akkor kiknél lehet Gwent Novigradban? Jaj, srácok! Hát van még két lap, amit meg kéne szereznünk. Na, ezt tuti nem találtam meg, én ugye guide nélkül haladok. Hát, guide nélkül is meg lehet találni. Ezt előbb találjátok meg, mint a mágust megmentitek. Szóval, Gwent lap Novigrad. Uha. Ugye ehhez gondolom azt kéne, hogy meg kell nézni, hogy milyen lapok vannak. Live-oly inkább a Twitch-en. Mi van? Azt mondja, hogy Witcher 3 Gwent. Gwent Cards. Na. Novigrad. Azt mondja, hogy Novigrad. Mondjuk ebbe amúgy ott vannak a Gwent kártyák, és az is oda van írva, hogy honnan lehet megszerezni. Jaj. Köszi szépen. Egy pillanat, srácok, és mindjárt haladunk tovább. Kárdval jó, tehát konkrétan van egy olyan, hogy gwentcards.com amúgy. Minek live olyan Twitch-en, jó neki itt az Instagram. Igen, amúgy ez TikTok. Rossz platformra, rossz platformot nézel. Oké. Okay. Jobb a hangom? Na, tök jó. Tök jó. Gwent Quest Collect Them All. Na. Territory. Na, az kell nekünk. Territory, Novigrad. Na. És akkor itt pipálgathatom, hogy mi van meg. Ha? Srácok, együtt fogjuk nézni most a paklimat. Tehát katapult 2-ből 2. Meg kell néznünk, hogy hány katapultunk van. Hány pultja van a katának? Egy. Ez szomorú. Ez szomorú, srácok. Katának 2 pultja van. Mi a manó? Ez nem is a katapult, hanem a hajítógép. Na várjál, akkor a katapult az hol van? De hát tuti van katapultunk. Jaj. Az egy nagy lap, a katapult, 8-as lap. És ja, tudjátok, hogy miért nem látjuk, mert az így van, jó. Tehát 2 katapultunk. Bocsánat. Megvan mind a 2 katapult.
Jó. Na, tehát ostrom technikus. Arany kecsege. Gondolom az a Golden Sturgeon. Na tehát. Ostrom szakértő, gondolom. Mutasd róla a képet. Siege Technician. Jó, ez nem az északi királyság pakliban van, hanem a... Igen, ez az. Na, az is megvan. Aztán... Skoyatel kártyából kapunk itt egy csomót. Jó. Ezt ki tudjuk pipálni, vagy most ez micsoda? Én rányomtam. Fene se tudja, hogy ez most micsoda. Checklist. Bár csak értenék hozzá, hogy checklist, ezt hogy, hol kell kipipálni. Utass mindet. Jó. Na mindegy, rányomunk itt. Az Olivier-esek azok megvannak. Keep only, azt nem tudom mit jelent. Ja, hát akkor nem ez kellett volna. Egy pillanat, srácok. Itt bénázok ezzel a Gwent kártya szűrővel. Most igen, most éppen azt keressük, hogy... hogy... hol maradhatott el kártya? Tehát mi az, ami nekünk nincs meg? Territory Novigrad. Na most még többet mutat. Az hogy lehet? Édes Istenem. Nincs erre egy mód. Biztos amúgy van erre valami. Na. Katapult megvan, ugye azt mondtuk. Esztárd Tiszen. Gyikstrától lehet megszerezni a fürdőházban. Esztárd. Na mutasd, ő hogy néz ki. Esztárd kék, tehát ő az északi királysághoz tartozik, és mivel legendás lap, több mint valószínű, hogy benne van a pakliba. Nagyon szuper. Foltest The Steelforged. Ugye ez questből van meg, mármint questből kell, hogy meglegyen. Foltest The Steelforged. Az ez, csak rossz a kép hozzá. Vagy valószínűleg már lecserélték azóta. Oké, ő is megvan. John Natalis. John Natalis is megvan nekünk. Ott van, nagyon szuper. Emir Vár Emreis The Relentless. Na nézzük. Ez is melyik lett? Hát ez amúgy... Ez nem Emir, ugye? Azt gondolom a könyörtelen, ugye? Így van. Így van. Nos, ő is megvan. Fringilla a következő. Megvan-e nekünk Fringilla Vigo? Fringilla egy hatos kártya. Hát itt nincs Fringilla. Ebben a megvehető kártyák is benne vannak? Igen, igen, igen. Na hát úgy néz ki, hogy Fringilla nincs meg. Én nem látom. Na, hát akkor már ott van. Jó, megvan. Akkor fake info, fake info. Van egy 10-es kártyánk. Morvran Voris, ő is megvan. Siege Technician. Ugye őt néztük, hogy ő megvan nekünk, de azért megnézzük még egyszer. Ő egy 0-es kártya. 0-es kártya. Ott van, igen. Tibor Egebrágt, ő is egy 10-es kártya, ő is ott van, nagyon jó.
Van olyan kártya, amit nem fogsz tudni később beszerezni, mert úgy halad a történet? Aha, igen, igen, most azért csináljuk ezt. Egyébként nem csinálnák ilyet, nem csinálnék ilyet. Barclay Els, na nézzük. Ez egy Skoyatel kártya. Ez egy 6-os Skoyatel kártya. Ott van, nagyon szuper. Arany kecsegében lehet megvenni. Dol Blatanna Archer. Dol Blatanna Archer. Ő egy 4-es kártya. Nagyon jó, ő is megvan. Dol Blatanna Scout 3-3-ból. Aha. Ő egy 6-os. És olyan 6-os kell nekünk, aki nincs itt. Tehát már is akkor esélyes, hogy hiányzik nekünk az arany kecsegéből egy lap. Oké. Na várjatok. Ez az arany kecsege lesz? Amúgy tényleg? Vagy keszeg, vagy mi ez? Golden Strugeon. Na. Menünk kell Novigrád déli részére. Gyorsabb egyébként, hogyha oda megyünk. Én itt lehet visszaállítom a nyelvet, ha ilyet keresek. Ja? Igazából nem probléma. Azt nézem, hogy igen. Oda kell mennünk. Oda. Ja, akkor ott már valószínűleg voltunk. Ott már voltunk. Long live Radovid. Na, itt hátul is be tudunk menni elvileg. De hol van amúgy a... Ja, valószínűleg késő este van és nincs itt a kocsmáros, csak a kapitányra várjunk. Valahol itt jöttünk be, nem? Jó. Oké, itt van. Na, tehát a fogadós kell nekünk. Mutasd, mit van. És őt nem vertük volna el. Hát nyomunk még egy menetet. Mert vagy a képet nem állították be jól, vagy nem vertük őt még el. Valamelyik. Valamelyik van, srácok. Egy Skoyatel lapot akarunk tőle ellopni. Durva ez a kéz.
Elpasszolt az ellenfelünk. Jó béna. Szevasz, Balog. Szevasztok, srácok. Azt nekünk kellett volna elhúzni tőlem. Nem baj. Megvan erre a bűvös fegyverünk, srácok. Mondjuk ezt kár volt leraknunk akkor. Ez szívás, de még mindig nincs para. A villen rettenetet akarjuk majd kihúzni. Tessék. Hat pakolászon. Nem ért hozzá. Na, annyit csinálunk még, hogy azt felperzseljük. És akkor legalább ezt ki tudjuk játszani, vagy majd ő kijátsza. Nem játszotta ki. Nagyon jó. Nagyon jó, elnyomta. Ezt akartuk, hogy elnyomja. Uhó, de jó lapokat húztunk. Na és elpasszolt. Akkor mehet a durvulás, igaz, srácok? Na. Figyeljetek, mi most. Imádom. Imádom. Azt remélem láttátok, hogy milyen értékek voltak lenne neki az első sorban. Kegyetlen? Szia, Kathleen. Ez is lemez 3, igen. Még akkor lehet vele játszani? De az várjál. Tehát, hogy... Arra kíváncsi vagyok, hogy... Ha, tehát, hogy... Hogy nyomja mellettünk amúgy a kapitány? Amúgy meg kell, hogy legyen. Tehát, hogy... Nem hiszem, hogy ő most így többet adna. Ja, tehát akkor... Mondhatjuk azt, hogy megvan. Akkor ez is megvan. Megvan a scout. Az a másik kérdés, hogy hol lehet megszerezni a másik kettő scoutot.
Jó. Na mindegy. Tehát akkor jöhet még egy Skoyatel kártya. Én azt tapasztaltam, amikor először nyelsz ellen, akkor kapsz kártyát, aztán már csak ezt, azt, akkor ezek szerint már nyertünk. Ott van Eitné, ezt a Zoltántól lehet szerezni, az Eitnét. Aztán Francesca Findaber, Queen of Dolblatanna. Köszi szépen, Balog. A győzelemre. Köszi, köszi. Ez egy másodlagos quest, Passiflora questnek a neve, gondolom én. Ez is megvan. Francesca Findaber, The Beautiful. Gwent quest, The Beautiful, az is megvan. Havekár Healer, 3-3-ból. Azt Oliviertől lehet megszerezni, tehát nem nézzük meg, mert megnéztük, hogy megvan mindenünk tőle. Havekár Smuggler, az is megvan. Azt mondja, Aizen Grim Faolita akármi, ő is megvan, őt Zedes küldi, közben lehet megszerezni. Jó. Mahakam Defender 5-ből 1 Oliviertől, az megvan. Mahakam Defender 2 Golden Strugeon, ez amúgy melyik? Ezek hogy néznek ki? Miri harcosok. Havekár támogatás, aha. Ezért a győzelemért adhatott volna egy kártyát? Adhatott volna amúgy. Marquise Serenity in Passiflora. Na jó, azt megnézzük. Marquise Serenity. Ő nem tudom, hogy hol van. Ja, ez a Chaisi. Tehát ő van az egyik... Hát... Lányos házban. Az hol is van az a lányos ház? Hát az szerintem az amúgy. Igen, az a Passiflora. A pasik flórája. Na. Az utolsó kettő novigrádi lapot hajtjuk egyébként. Akinek kérdéses lenne, hogy most éppen mit csinálunk. Passiflora. Aha, itt is úgy hívják, hol van. Na, és akkor ő az. Vágyvirág. Ó. Jó, tehát akkor megnézem még egyszer. Mindent megvettünk tőle. Take care now. Jó, gyorsan kimegyünk. Na, tehát akkor az ő lapja is megvan. Vrihed Brigand Veterán. Ő egy ötös lap. Brigand Veterán, aha. Hát én itt nem látok olyat. Vrihed Brigád Veterán. Ott van. Az Landár. Amúgy gondolom ez lesz az, na nézzük csak a képet. Aha, ez az. A Dandár az a Brigád Veterán, csak mondom, ha valaki esetleg nem tudná. Na, aztán van egy szörny kártya, egy vezérkártyánk is. Eredin, Destroyer of Words.
Jó, az is megvan. Ez is egy pasiflórás quest. Aztán hiányzik még... Hiányzik még kettő, és már csak négy van hátra. Commander's Horn. Azt is a pasiflórás izétől lehet venni. Commander Horn. Hát három megvan, úgyhogy ezek itt megvannak. Geralt of Rivia. Na, Geralt of Rivia például nincsen. Na, kiderült, hogy a hátra maradt két kártya akkor válik elérhetővé, hogyha átvegyünk Skellige-re. A francba. A francba, srácok. Mondjuk, ahogy látom, Vezemirnek kéne, hogy legyen. Van-e Vezemir lapunk? Van, jó. Oké. Okay. Jó. Megnyugodtam. Mondjuk ezt a kiskönyved nem írja? Nem. Sajnos a kiskönyvem nem írja. És ez is csak azért van, mert amúgy tényleg Novigradba szedhető össze az a két quest, viszont. Azt a két questet akkor tudom, akarom megcsinálni, amikor már Skellige-re átmentünk. Igen, most már tényleg muszáj lesz átmenni. Csak tényleg le akartam minden ügyet zárni, ami itt van. Itt van amúgy a kiskönyv. Mondom nektek, hogy milyen lapokat szerezhetünk meg, mi az a két lap. Nem mondom el, hogy kitől szerezhető meg, mert az elég spoileres. Én már megnéztem, de nektek ne legyen spoiler. Az a kettő lapból az egyik az Geralt of Rivia, a másik pedig Triss Merigold. Így van. Szuper. Szevasz, pocó, szevasztok, srácok. Vizima királyi vár. Hát ezt nem tudom, ezt meg tudjuk-e csinálni, de nézzük már meg, ha már így most a glintezésben ennyire benne vagyunk. A könyv az aktívan változik, az mit jelent? Hogy friss a könyv, amikor belenézel? Hát persze. Az a lényeg ennek a kis könyvnek. Geralt and Yennefer were reunited. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Nekem ez nem esett le, sose néztem azt a könyvet. Hát akkor hogy esett volna le nekem? Szóval most annyiba tudtok segíteni, srácok, hogy elmondjátok, hogy hol van ez a csóka. Mert nekem aztán gőzöm sincs. Ja, itt! És ő egy kemény játékos volt, nem? Egy kemény játékos volt, azt hiszem. Azt nézzétek, kinyitottam ezt a titkos járatot, azt itt kukucskának a népek. Hogy ide érdekes. Amúgy én nem látom. Nem ő volt az? Ő az. Én úgy emlékszem, hogy őt nem tudtuk elverni. Úgy inasba rakott minket, hogy csak na. Na nézzük. Jó, nagyon, hát amúgy nagyon jó. Tehát, hogy mi ez a kéz konkrétan. Nagyon tetszik ez a kéz, let's go. Vele kezdünk. És Ciri-t is lerakjuk. Csak hogy tudja, hogy hol a helye.
Ja, és akkor most jöhetnek a kémek. Mármint a kém. Nagyon jó, hát igazából ő is hozott. Nem szabad, hogy túl sok értékünk legyen, mert akkor feladja. Francba. Szia, Turin. Ilyenkor ki nyer? Mindketten vesztünk. Ő nyer? Elvileg te. Hát ez egy ide, egy oda. Na, használnunk kell. Mi kezdünk, nagyon jó. Biztos, hogy nem ez, ezt akar. Igen, ezt akarjuk. És akkor húzunk tőle egy négyest. De nem látod, hogy mivel van? Ő is Nilfgaardi. Azt egy 15-ös lapot sajnálom egy kicsit amúgy. Kihúzzuk a lovas csávót. Na gyere. Gyere, lovas dandár. Jó, mi is lerakunk akkor egy ilyet. Várató volt. Nilfgaardi ellen játszik, akkor így húzogatják a kémeket. Nagyon jó. Az egyetlen egy szívás nálunk most az, hogy nincsen ilyen kürt. Jó, lerakunk egy tízest. Egy ilyen értéktelen tízest. Még egy értéktelen tízest lerakunk. Igazából most azt várjuk, hogy elégesse a lapjait. Sajnos nem állunk jól. Azt várjuk, hogy időjárás lapokat nyomjon el. Jó, lerakjuk Yennefert is.
Oké, lassan ki fog fogyni, csak lassan meg mi fogunk elfogyni. Jó. Jó. Sajnos ez nálunk is érték lesz. De nála több érték. Ja, nála egy 10-es? Nem baj, akkor ez meg még jobb. Na, hát akkor én úgy látom, hogy elkezdhetjük akkor mi is lepakolni. Jó. Hát azért... Azért intenz volt, nem? Az utolsó lapokig intenz volt. És mindjárt kiderül, hogy amúgy őt már elvártuk. Full test! Ott is van! Ott is van! Köszi, köszi, srácok! Na. Full test, the Siege Master. Amúgy nézzük meg. Tehát ez északi királyság. És akkor vezércsere. De amúgy milyen jól néz meg, ki megvan az összes. Megszünteti az összes játékban levő időjárási hatás, dermesztő fagyfelő szakadás vagy átláthatatlan köd. Amúgy nem is ezt szereztük, hanem az ostrom urát. Az összes ostrom egységed erejét megduplázza. Tök jó. Tök jó. És akkor megmutatom nektek, hogy mit mutat ez. Novigrad 2, Kermoren 1, és amúgy van egy olyan mod, amivel lehet egyébként ezt a Gwintet kicsit még könnyebbé tenni, de már nem emlékszem, hogy ez pontosan miben segít. A Gwint Kalauszt okosítja fel egy kicsit, de nem tudom már, hogy miben. Na, tök jó. Tök jó. Szuper. Nagyon szuper, srácok. Akkor most már mehetünk küldizni. Most vagy soha, azt amúgy meg kéne nézni, hogy hol van. Még egyszer azért ránézek erre a questre, a most vagy sohára. Amúgy azt nézem, hogy még lehetne melléküldit csinálni. Kermoren kérdőjel lesz, most nem értem. Kermorenben még nem jártunk, csak a játék elején, úgyhogy oda nem tudunk menni. Az úrspan. Nem vágom, mire gondoltak. Most látom, hogy lenne egy questünk Keirával egyébként. Lenne egy questünk Keirával, hogyha ugye Radovithoz küldjük. A Final Kindness. Egy ilyen küldünk lenne.
Ugye ezt a küldetést ugye nem fogjuk tudni megcsinálni. Ezt nem fogjuk, oké, hát igazából nem pipálom ki, mert még kettő maradt. Old Pals, akkor valószínűleg azt is megcsináltuk, Big City Player azt is. Jó. Barkobázunk, csak kiállítjuk azt a részt, hogy te gondolsz valamire. Ja. A Deadly Plot. Az, azt hiszem itt van. Nem, 14-es a küldi. Nem a Deadly Plot. Ezt akkor megcsináltuk. Ó, basszus. Ó, aha. Na, ezt a questet fogjuk megkapni a Now or Never végén, jó? És ez egy fontos küldetés, a Deadly Plot. Itt egy fontos döntést kell majd meghoznunk, jó. Nagyjából egy 5 mellékküldetés van, ami olyan, hogy mi meg tudunk csinálni itt Novigrád és Novigrád környékén. Jól van. Szerencsére már csinálhatjuk a Now or Never-t. Zsír. El se hiszem. Novigrád egykor a tolerancia és a törvényesség bölcsőjeként híresült el. Ezzel vonzott varázslókat a világ minden zugából. Akár Radovid, akár Emir üldözte azokat. A szabad város azonban nem váltotta be reményeiket, és biztonságos menedék helyett mészárszékükké lett. Triss Merigold, akit kedves olvasóim már jól ismersz, elhatározta, hogy kimenekíti a még élő mágusokat valahová, ahol a lehető legmesszebb vannak a frontvonalaktól. Kovirban. Ez nem volt egyszerű feladat, így aztán a varázslónő a Witcher segítségét kérte. Geralt igent mondott, mert aggasztotta az üldözött varázslók sorsa. Leginkább persze Trissé. Na hát a főpap térre megyünk. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts. A cell in the dungeon of the guard. Ez egy Tímjenes végigjátszás, Kathleen, úgyhogy sajnálatos mód legutóbb Trisst el kellett utasítsunk a lugasba. Cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Ja. Ingyenes? Nem. Jeneferes. Oha. Ők amúgy most respawnolnak, vagy mi van velük? Ha jönnének esetleg az őrök, én megmondhatom nekik, hogy hát, de hát biztos urak, én hozzájuk se értem. Következő végigjátszás, tehát mindkettejüket elutasított. Ó, hát ez nagyon gonosz. De van másod is, kedveském, azt mondja. Mit akar a bácsi? Add a nyakláncot és tűnj el innen! Hát én erre már nem voltam felkészülve. Amúgy azt mondom neki, hogy el a kezekkel, tehát ez amúgy nem is kérdés. Nézzük, hogy van-e valami... Nincs semmi. Hands off or I'll cut them off. Geralt, you
don't need to. I wanna. Grab your things and let's go. Get out! Now! Beam Johnny. I'll ask for it. What? Are you angry? Angry? No. Csalódott. They deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. I was worried about you. City's crawling with hunters. I know. We had everything in place. We were ready to sail. But the hunters moved faster. They locked all the gates, placed guards at every corner, all in one night. Then they started searching the city, street by street. Aggódtam, érted? Vesző, de csak mint barát. Mostly it's common folk with rabbit's foot charms or lucky horseshoes. But sometimes they get it right. Arrest actual mages. Felejtsd el a többieket. Magadat mentsd. High time you forgot about your fellow mages. Saved yourself instead. Would you abandon Vesemir? Eskel? Lambert? Leave him behind just to save your own skin? I understand you're worried about me. But I can't just pack up and leave. Trisznek nagyon fontosak a társai. Hogyan segíthetek? How can I help? Everything's falling apart. Minden széteség, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Össze kell gyűjtenem az összes mágust és a kikötőbe vinni őket. Szerezni egy hajót, de Berthold és Anise még nem érkeztek meg. Berthold és Anise, ők kicsodák? Egy ifjú pár, egyikük alkimista, Gildorban van üzlete, a lány Aretúzába tanult. Attól félek, hogy elárulták őket azok. Személyiségre egyik sérülve, nekem így Triss szimpatikus. There's a passage into the sewers from the cellar, and apparently those can get you all the way to the docks. I know the Novigrad sewers. Won't run into any hunters there, but that doesn't mean it'll be safe. That's why I'm asking you. Keresnünk kell egy útvonalat a kikötőbe, utat kell csinálnunk a többieknek. The hunters could figure out our plan any minute. Now you understand my predicament? Help two and put all the others at risk. Or go straight to the Kingfisher, abandon the two to certain death. What do I do? Mit tegyek, Geralt? Mit tegyek? Segítsünk Anisnak és Bertoldnak. Ne kockáztass mindent két emberért. Azt kell mondani neki, ezt egyedül kell megoldanod. Mert a segítség. We should help Anise and Bertold. To write them off like that, it'd be cruel. Fine. But then we need to go now. Clock's ticking. Lead the way. Valami bűzlik Redániába. Így félel ez a quest? Az gond. Az gond, mert akkor nem tudjuk elkezdeni ezt a questet. Oh shit. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. A vízválasztó. This I did not know. A vízválasztó jön most. Megkockáztatjuk. Meg kell kockáztatnunk. Tehát mégsem megyünk el Trisshez.
hanem helyette. A cél? Skellige. Ez ilyen most. És megnézzük, hogy mi fog történni. Nagyon kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy valami félelni fog, vagy valami módosulni fog-e, mert hogy nem emlékszem. De az biztos, hogyha most nem megyek át Skelligére, akkor nem tudom folytatni úgy a questemet, ezt a Redániás, valami bűzlik Redániába, ahogy én szeretném. Ezt a küldét nem tudom megcsinálni, mert meg lehetne csinálni úgy, hogy beszélünk Yennefer-rel, és úgy meg lehetne csinálni, hogy beszélünk Trisszel, beszélünk Yennefer-rel, és akkor nem is tudom, tehát hogy lenne még egy opció. Úgyhogy átmegyünk Skelligére. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jön ez a quest, ami nagyon sok mindent megint lenulláz. Ó, hát ez még odébb van. Ez még Kaer Morhen után lesz. Jó. Akkor átmegyünk Skelligére. Hát kíváncsi vagyok, srácok, hogy milyen questünk fog frissülni, és hogy hogyan. Jó. Move it. How is business? Last chance to surrender on any meat, master. Grimoires and tracts blaspheming the sacred flame especially. Na, beszélünk mindenkivel. Üdvünk mindenkinek, srácok! Ali, sziasztok! Te vagy a kapitány a teknőn? És igen. Skelligébe kell jutnom. Kezdjél úszni! Szigetlakók, feketék, mind ránk vadásznak azokon a vizeken. Senki sem megy arra mostanság. Jön a klánok készek egyezkedni és békén hagynak, ha üzletet köttök. Valaki biztos, hogy csinálta már? Nem, én nem. Kivéve talán a féleszű barom Wolverstone, az Atroposzról. Hazug, tolvaj, aljadék. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Aranykecsege, akkor jól gondoltam. Ask for Flask, everyone knows him. But finding me. Hogy mindhárommal beszélünk. Erre csak megtaláltam azt, a második azt, akivel nem akartam beszélni. Tehát, hogy mindegy, hogy melyikükkel beszélek. A harmadik kell nekünk. Pursued by bandits and cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust. Mert így maxoljuk ki a teljes Witcher élményt, srácok. Hogy mindenkivel tudunk beszélni. És mindent megcsinálunk. Boys everywhere.
Na gyere keszeg! Let's go! Let's go! Veszel valami most, hogy beszéltem vele? Hát most így, hogy beszéltem ezzel az arccal, módosította a questet és mondta, hogy jöjjünk el ide az aranykecsegébe a csókához. De ugye mivel három opció van, ezért én a harmadikat úgy akarom csinálni. És az lesz a sorrend, hogy ide jövünk, aztán a csávóhoz, akinél az előbb voltunk, és utána pedig a kapitányhoz, aki ténylegesen elvisz majd minket. Ciri kérésére Yennefert a Szélfutta-Skellige szigetekre vetettem, de hogy pontosítsam, mielőtt egy elegáns varázslőnő csupasz sziklákon egy idergő képe jelenne meg előtted, útja a Kertroldi vár mellett egy kényelmes szobába vezetett. Arcskellig szigetén. Geráltnak itt kellett csatlakoznia hozzá, így hát Novigrád kikötője felé vette útját, ahol egy elég bátor kapitányt remél találni, aki nekivág a kalózoktól hemzsegő vizeknek. Bizony. És itt most nyomunk egy mentést. Biztos, ami biztos alapom. Bíztam benne, hogy a kapitány itt lesz fönn, de akkor nincs itt fönt. Wolverstone kapitány. Hát ez igazából ennyi volt. Aha. Aha, tehát ő a kapitánya annak a hajónak, ahova most menni fogunk. Mármint akivel végül el fogunk menni. Tehát ugye itt három opció van, hogy hova menjünk. És végül kiderült, hogy mindenki Wolverstone kapitányhoz küld minket. De még azért elmegyünk azokhoz a másokhoz is. Hát ha ugye más lesz a monológia Wolverstone kapitánynak. I'm skeleton. Come on. No. Jó. Már ugye a legénység is mondta, hogy vedel valahol a kapitány. Milyen boldog. Nevetett a Pukin. Wolverstone, captain of the Atropos. So you want to know if I'm Atropos? Ötlete sincs, hogy most akkor Wolverstone kapitánya. I need to get to Skellige. My Atropos and me. We're due to sail for Skellige. Carrying grain. Gabonát visznek, de ez titok. Got any coin? Combos zacskó, mint a bikáé. Mikor futunk ki? Not sure you're ready. You can barely stand. No this stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Hát. Let's go. Először innunk kell a szélre, a jó szerencsére és az én atroposzom erejére. Ja, sajnos ilyenkor nem tudjuk használni az akcit, pedig milyen jó lenne. Set sail! Ready to sail!
Hát már rögtön mesztelenség lesz a streamben. Nagy betöltések vannak, srácok. Hogy felöltözött? Basszus, még a szakálla is kinőtt. Itt van egy olyan trükk. Speedrunnereket néztem. Hogy ide így felugranak valahogy. Nem tudom, hogy csinálják. Ide így. És itt nem érik el, nem érik előtt. De mégis. Akkor nem tudom, mi a trükk. Ez jó trükk volt, igaz, srácok? Szóval, hogy valahogy oda felugranak, és itt valamit csinálnak a sarokba a speedrunnerek. Tetszett? Sok minden pecsen? Lehet amúgy. Nem figyeltem amúgy, hogy írt ki bal oldalt ilyen frissült a quest, meg ilyeneket, ti figyeltetek, srácok? Szia, Fredrov! Néhány órával később, Ardes Kerig. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Gyakran fosztogat hullánkat. Rob every corpse that washes up on shore. Take it from a corpse ain't theft. Hullántól elvenni nem lopás. Nem vetek, nem aratok hullámokhoz. A hullámok hozzák a termést. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have though. Outlander ships aren't well. Külhoni hajókat nem szívesen látják ezeken a vizeken. Lugosszal egyezhetett meg a kapitány. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ard Skellig. There's a witch at Kaer Trolde. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Kaer Troldéban van. Nem szívleled a boszorkent? That scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Mindenkit ugráltat. Áldáz egy dög, de hát a banyák ilyenek. Amúgy a háttérben már a Skelligei muzsikát hallatjátok. Nagyon kellemes. Best. Hogy néz ki Croc vendége? Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Fekete fehéret visel, mint a partra vett egy gyilkos bánya, csak ennek csöcse van. Mondjuk csöcs ide vagy oda, azok is visszalöködnék a tengerbe örömmel, akik nőnek nézik. Pofán vágnak. What's your name? Steingrim. Well, Steingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Várjál. Mi a fene?
De, hogy így nem ment a védekezés, srácok. Mi a manó? Nyomom itt, hogy kitérés, és nem csinált, majd a hárítást, és nem csinált semmit. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was... Ne. Na, akkor megmutatom nektek még egyszer ezt a praktikát. Again. Robin. Take a f- on the Atropos, were you? Yeah. Thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack. Nay. Clearly should have though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellig? Agreed to meet. There's a witch I care to. Jó helyén mindig átnélek a csónakükbe levágni az ijászokat. Oh. Jó, hogy néz ki? Pofán váglak. Na. Na, most csak sikerült. That's enough of that. Had enough. Best finish me now. Most csapjál agyon, mert a levegőhöz jutok, szétütlek. It was a good fight. That's enough for now. Jó kis hírig volt. Mi ez a hírig, srácok? Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Nem bántanám szegényt, amiért igazat beszél. Ja, de most, Yennefer az örök szerelmünk. Thanks. So long. Hát? Hát látszólag nem tűntek el a questek. Látszólag jók vagyunk. Ja, fontos információ, srácok. Itt meg lehet keresni a kapitányt. És ha megkeressük, lesz nála pénz. Hírig balhé. Oh. Nem kell kis kutya üzemmódba tolni? De Yennefer az egyetlen, róla rosszat nem lehet mondani. Ez most mennyi volt? 1500 pénz, amúgy nem figyeltem. Ja, ez annyi volt, én úgy láttam, srácok. Szerintem ő volt az. Tessék, még több fejszéje is volt. Az a gond, hogy túl gyorsan lootoltam, és nem láttam, hogy ez, akkor most ez mennyi pénz volt. Komoly milyen lootok vannak itt amúgy, nem?
Na gyertek rám, gyertek rám, hát most mi lesz? Hát mindjárt lerakom a izét. Szegény lányok. Milyen nyugisan pihíznek ott, nem? Még mindig van egy. Na gyere! Na! Imádom, amikor így kilövelnek magasra. Kérdés az, hogy ugye maradt-e, majd hogy lettek erre ládák. A medálom rezeg. Borzhiner. Vérmoha. Skellige történelme és földrajza. A Skelligeként ismert államalakulat az azonos nevű 20 szárazulat alkotta szigetcsoport. A szárazulatok legnagyobbjai Artskellig, Enskellig, Undvik, Ferőer, Spike Rug és Hindarsfjall. E szigeteket egykor független klánok lakták, melyek utóbb egyesültek, hogy hatékonyabban dacolassanak a barbár portyázókkal és a szárazföldi hatalmakkal. Skellige idővel képviseleti monarchia lett, melynek királyát a járlok, zárójel klánvezérek közül választják. Az erős sorrendet jelenleg Tuir Seach klánbéli Bran vezeti. Megjegyzésére érdemes, hogy a szárazföldi államok gyakorlatával ellentétben Skellige lakói szabad emberek, akik származástól, jogállástól és vagyoni helyzetétől függetlenül egyenlő jogokat élveznek. A sziklás jobbára kötetlen talaj és a barátságtalan éghajlatokán Skellige lakói főként halászatból, tengeri kereskedelemből és fegyveres portyákból élnek. Bár ez utóbbi, elsősorban a férfiak dolga. A harcosok között nők is szép szemmel akadnak, és sem bátorság, sem tetrekészség dolgában nem maradnak el apáiktól és fivéreiktől. A Skelligeiek azt vallják, hogy mindenki saját sorsának kovácsa, Freya pedig, mikor megszabja egy férfi vagy nő sorsát, nem a szerzbazás és a külcsin, hanem a belbecs alapján dönt. Igen, igen, tehát ők a vikingek. Igen, igen. AC copy. Siren Den. Gotta ruin it for them. Na, gyere csak vissza. Gyere, gyere! Nézd meg, és inkább meghal a vízbe. Nekem így is jó. Na, a királyság. Képzeljétek, mindjárt szintet lépünk, és meg lesz a 24. Medallion's humming. Ez egy erőhely. Wow. Wow.
Hát ez elég jó. Place of power. Na most már mehetünk. Most már mehetünk. Keresztút. Jó. Go, go. Nyertem úgy a Skelligei muzsika. Jaja, nagyon... Nagyon jól néz ki Skelligen. Retém, úgy hívják a feleségét. Minden friss, mint a tavaszi eső. Mi a kínálat? Show me your wares. Ez egy gyenge nyereg, egy kis nyeregtáska, és magányos bolygó úti kalauza Erzkeligéhez. Gyors utazási pontokat lehet megnyitni Skelligén. Itt is, ott is, amott is, meg amott is. Na hát ezt biztos nem vesszük meg. Ez biztos nem vesszük meg, srácok. Tehát, hogy ez nem nyit ki plusz shortcutokat. Hoppá. Hoppá. Véletlenül loptam tőlük, pedig csak fel akartam szállni keszegre. Szóval ezek az ábrák nekünk abszolút nem kellenek. Már úgyis meg lesz minden gyors utazási pont. Itt van, itt a vándor kereskedő. De most így van. Greetings. Looking to buy? Üdv, vennél valamit? Á, tehát akkor ő ugyanazt árulja. Szóval ide jobbra is be lehetne menni. Kertról, de kikötője. Listen, Witcher. Got us some. Van itt egy kis gondunk, folytó lidércek. Olyasmi, mint a te ez is kardod, biztos meg tudja oldani. Mi a gond? Szétszagatják a hálóitokat, megzabálják a halaitokat. Az öböl rémei galándabbak a kontinensen élőknél. Szürkületkor vagy hajnalba vadásznak. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry. None of that comes to mind. Remori, köszi szépen a támogatásodat. Well, they generally don't come back to dry land alive. Ali, Ali. Beszéljünk a jutalomról. Let's talk about my pay first. A bit too modest for my taste. That's dear, it is. Ez elég drága, de lehet, hogy megéri. All right, I'll pay you what you want.
Vállalom a munkát. I'll take the job. Dealt with drowners many times. It'll soon be over. Got my word on that. Megbízás Muire Diablen. Na mutasd, ez milyen quest. Ja, akkor legalább azt nézzük meg, hogy hanyas szintű. 18-as. Nem is látom. Muire. Ott van pedig. Ja. Rossz helyen kerestem. Nem írnak ez a küldi ez amúgy semmit. Megcsináljuk gyorsan. A tenger végtelenül gazdag forrást jelent Skellige lakóinak. Szinte határtalan mennyiségű halat, gyöngyöt és borostyán követ kínál. Időnként azonban a szigetvilág jeges vizei olyan szörnyeket is kiköpnek, akikkel még a sziget vad harcosai sem képesek végezni. Például a Kertrolde lábánál álló falut különösen agresszív folytólidércek támadásai gyötörték. A helyi hajóács jutalmat ajánlott Geráltak, ha megoldja ezt a gondot. Gerált, aki számára folytólidérceket ölni olyan könnyű, új gyakorlat volt, mint a hólyagját üríteni, biztosra vette, hogy itt könnyű pénzre talál. Miért nem játszhatok, apa? El kell mennünk a kikötőbe, hogy búcsút vegyünk Bren királytól. Nem való most játszani, Agent. Agnet amúgy. Szia, Karez. De vagy tovább? A te férjedet ölték meg a folytólidércek, ugye? A tenger előbb elvette a fiamat, most az emberemet, már csak én maradtam. Mile a fiunk halász indult, és nem tért vissza. Az emberem kiment Kierak szirthez minden este, hát ha meglátja a csónakját. Mondtam neki, hogy már nem tudja visszahozni az életbe, és hogy megöleti magát. Akkor már hallottunk a folytólidércekről, de nem tudott nyugton ülni. Felvette Vin kabátját, és csak ment. Az egyik éjjel aztán nem jött meg. Fogtam a fivéremet, vettem egy fákját, és keresésére indultunk. A Muire Diable a vízirémek. Annyira összemarcangolták, hogy csak a kabátjáról ismertem meg. Tudom, hogy csak egy vikasz, de a folytólidércek okozta gondnak nem sokára vége. Ígérem. Ég veled. Ezt a küldét csináltuk idén még az előző végigjátszásban. Rémlik nagyon. Rurik vagy, igaz? Hallottam, rajta voltál a csónakon, amelyet megtámadtak. Bezony, rajta, Ulfal a kuzinommal a rákcsapdákat szereltük be Kierak szirtnél. Ulf húzta a kötelet, de jó nehéz volt. Én arra gondoltam, remek. Remek. Nyilván teli lehet a ketrec, nagy fogás lesz. Aztán valami visszarántotta. Lefelé. Ulf egy pillanat alatt elmerült a víz alatt. Utána kiáltottam. Egyszer, kétszer, háromszor, aztán a vizet vörösre festette a vér, és valami szörnyű, bomló szagot éreztem. Csak még rosszabbat. Aztán a Muire Diable felborították a csónakot. Azt se tudom, hogy vergődtem a partra. Nyilván Freya vigyázott rám. Hoppácska, hoppácska. 24-es szint, 4 elérhető pont. 22 XP. Pam, pam, brapapam. Szevasz, Kremori. Ismét. Mizu. Jóság, hát végre átjöttünk Skellige-re. Úgyhogy most már ez is elkezdődött. Egy újabb áldozat.
Olyan jól néz ki, ahogy világít az Irden rúna. Alig aludtál élesben. Pedig a pihenés fontos. Én meg szerencsére egyre jobban vagyok. Ott van, róla beszélt Geralt. Ez a bűz, biztos, hogy folytó lidércek. A fészkük közel lehet. Aha, és ott lehet követni a szagot. Viszonylaposok az ikrek, annyit pihennek, amennyit hagynak. Hát igen. Az kemény lehet. Panácska, amikor pici volt. Én sem aludtam sokat. Ment a hajnali órákba a játszás. A macska most nagyon hasznos lenne, de helyette inkább párlatokat iszunk. Igen, pont azon egyáltalán én is, hogy hát semmit nem, az égvilágon semmit nem látok. És ez micsoda, Geralt? Nyomunk egy mentést. Iszap és rothadó hús. Szevasztok! Come on. Nyertek! Nem jönnek. Gyertek! Nagyszerű. Ez az a gomba, ahol a Revelio van a Hogwarts Legacy-ben, és már azt nyomtam volna. Jó volt a lúd, srácok. Basszus.
Xbox 3 után akartam elővenni a játékot, de olyan lassúak voltak a karakter animációk harcközben, és inkább hagytam. Szönt anya, de biztos nem a folytóli dércé. Mosolások a nyakon, bezúzott gégefő. Megfojtották. Nekem szerencsére ez... Mert hogy engem ez nem zavart. Bruises on his neck. Jó, volt már. Strangled. Almost untouched. Szinte érintetlen. Elrejtették későbbre. A folytóli vércek nem csinálnak ilyesmit. Csónakdarabok, tépet vitorlák, kötelek. Mondhatjuk, hogy hajós dekoráció. Ez egy vízi vanyat anyája kell legyen, aminek remek a szaglása. Addig nem jön vissza, amíg itt vagyok. Ha csak folytóli vércekkel él együtt, talán készíthetnék egy kivonatot a mirigyeikből, hogy elnyomjam a szagomat. A Kertrode alatti öbölnek megveszekedett híre van. Időről időre a halászok, akik ott vetik ki hálójukat, nem térnek vissza. Valami lehúzza az evezősöket a hosszú hajókról, vagy magát a hajót borítja fel. A helybéliek a tengeri ördögöket, a szkeligeiek, így hívják a folytóli dérceket, tették ezért felelőssé. Az igazság azonban sokkal rosszabb volt. Egy vízibanya fészkelte be magát a Kierag sziklái alatt húzódó barlangokba. Vén és tapasztalt vízibanya. Olyan erős karmai voltak, hogy bármilyen hárítás reménytelen volt vele szemben, és képes volt a távolból elvakítani ellenfelét, aztán villám gyorsan visszatámadni. A legyőzéséhez a jelek kellenek, Irden a lelassításához és Quen a csapásai kivédéséhez, de amire a legnagyobb szükség lenne, az egy nagy adag szerencse. Az Outriders-el ízasztanád az Xboxodat? Az a game nekem valahogy nem jött be. Az nem. Kell csinálnunk folytóli dérc feromont. És akkor ezzel kell lepleznünk a szagunkat. A szívás az ott van, hogy ugye nem tudjuk elnyomni. Most már el fogjuk tudni nyomni. That should do it. Now for a place to hide and wait behind those boats. Reméljük, hogy nem kezdünk azonnal harcba. Jó. Csaltunk. Na nézz. Ah, na, hát beszorít, de hát... A baja.
Várjatok, mindjárt. Meg kell szerezni a trófáját, csak hát itt van még a loot. Nappal csillag. Jaj. Ez a Google Support-os nem kapkodja el. Google Support. Béna a Google Support. Jó. És meg vagyunk itt nagyjából mindennel. Beszélj még a Twitch supportról, az imádom a Twitch supportot. Igen, igen. Az is a kedvenc témáim közé tartozik. Vagy beszélhetünk a postásokról is. Opa. Új jelző bejárat. Ja, hogy ez egy másik. Ó. Most nekem odáig jutott, hogy már ki se hozza. Most amúgy mit csinál Geralt? Nem igazán vágom, hogy most mit csinál így Geralt. Most úszni próbált? Vagy ez most mi volt? Sétált a vizen? Jól láttam amúgy? Elég érdekesen nyomta. Szompolyog. Ezt a PS5-t játszott? Nem. Felkiáltó el Witcher-re 3. Nem ér derékig a víz, mert le tudtunk bukni. Hogyha le tudunk bukni, akkor nem ér derékig a víz. Ez a géles milyen troll. Eddig még nem volt gondod a postával? Hát... nálunk is amúgy ezt csinálják, hogy itt hagyják az értesítőt, a szevasz. Nem is akarnak kézbesíteni. Lefénymásolta a telefon a telefonot kijelzőjét a néni? Postás néni? Micsoda praktikák? Hát látod, neked is eszedbe juthatott volna ez, Kathleen. Szerintem csak irigy vagy rá, hogy nem neked jutott ez eszedbe. Az embernek kell a bó, ahogy a hajónak a ballaszt, hogy egyenesen, és mi? Na, tehát azt mondja nekünk Björg, nagy életszakértő, hogy ha az embernek nincs baja, akkor szar az élet, mert nincs egyensúlyba. Tehát ahhoz, hogy legyenek jó dolgok az életedben, ahhoz kellenek lennie szar dolgoknak is. Oh. Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil's that? Water hag. An old clever one. Keszek belenyomta az arcát a cinematikba. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Rengeteg rústa lényt látott már, de ilyet még soha. És itt a jutalmad. Nagyon rászolgáltál. És akkor azt mondjuk neki, hogy de hát több jár. Mármint, hogy mindjárt megnézzük, hogy mondunk-e neki ilyet. Alapból csak 187 koronát ad nekünk.
Ne, aha, igen. Jó, jó. Hát mondjuk neki, hogy több jár. A vízibanya messze veszélyesebb, mint a folytó lidérc, ugye? Nem erre szegődtünk fel. Nem tagadom, de az én pénzes elszényem se feneketlen, mint ahogy a tenger sem. Might need my services again, and I won't stick my neck out for those who skimp on the reward. Starting protection coin. Védelmi pénzért zsarolsz, he? Akkor vedd el mindet, amin csak van, és mulladj bele, te szarházi! Na hát 225 tapasztalati pont és 420 korona. Na mi van? Muire debide, vagy milyen manó, nézzük csak meg. 420-as volt, igen. Muire, ott van. Isten. Az Arnskerigi szirtjei alatti barlangokban valóban dugik voltak a folytó... barlangok valóban dugik voltak folytó lidércekkel, de nem ők jelentették az igazi veszélyt. Sokkal nagyobb gond volt a vízibanya, aki ezeknek a kisebb rémségeknek a közelében tanyázott. Geralt felhasználva ezt a tényt, mirigyeikből olyan főzetet készített, amivel elleplezhette saját szagát, ami azt jelentette, hogy valóban nagyon erős lehetett. Teszem hozzá, mivel személyesen is megtapasztaltam, hogy Geralt milyen erős, és átható illatot áraszt több nyerekben töltött nap után. Miután a Witcher ezt megcselekedte, elbújt a tanya legsötétebb zugába és megvárt, és megvárta, míg a szörny hazatér. Geralt megölte a vízibanyát, és visszatért az ígért jutalomért. Nem első ízben ért a kellemetlen meglepetés. Mikor fizetésre került a sor, a hajó ács már megbánta azt a nagy lelkűséget, ami elöntötte, amikor megfogalmazta a hirdetményt. Én ennél sokkal kedvesebb vagyok, így se tudok mit kezdeni a 30 ezer koronámmal. Aha, na majd meglátod szemez. Úgy fog kelleni az utolsó garas is, a Heart of Stone-os kiegészítőnél, hogy csak na. A Heart of Stone-os kiegészítő az egyik legpénzzabálóbb mulatság. Majd meglátjátok, hogy miért, amikor a rúnázáshoz érünk. Ennyit mondok, többet nem? Az úgy vinni fogja a pénzt rendesen. Aki tudja, tudja, aki nem, nem. Ennél még a Blood and Wine-os birtok is ilyen kis alamizsna. Tehát ugye az se kerül sokba, na de a rónázás. A rónázás az minden filléredet le fogja szívni. Tehát pénzre megyünk, srácok. Masszívan, mindenhol pénzre. Szia, András! Másik skelligei bölcsesség, nincsen rossz hajó, csak balfasz legénység. Itt van. Nincsen, hogy rossz hajó meg rossz idő, csak haszontalan mocsok matrózok vannak. Tessék. Björn megint megmondta a tutit. Jó, én azt hittem, hogy király vagyok ennyi pénzzel, úgyhogy ki akarom farmolni a szeteket. Hát szerintem azt elengedteted, hogy egy végigjátszás alatt minden szetet kifarmolsz és még rúnázol is. Az esélytelen. Segítenél egy rászorulónak? Én csak csinálnám azt az egyetlen küldetést, ami érdekel. Sajnálom, hogy megzavarlak, de nincs más választásom. Mi az? Hajótörést szenvedtem a sziklásparknál a legutóbbi viharban. Minden oda lett. Hogy segíthetnék? Annyi pénzem sincs, hogy hazautazzak, és minden elvesztegetett nappal csak egyre közelebb a csőd. Hitelállattam volna, hogy végül pénzzel lesz, szóval kölcsönre van szükséged, vagy csak hallamizsnát kérsz. Visszafizetem az utolsó részgarasig, esküszöm, csak keresd fel a címemen Novigradban. Na nézzük. Hol is van? Eski bátyja, igen. Ne ragudj, de csak az órámat tudom kölcsönadni, az elég lesz? Vagy a telefonomat?
Jó, nem emlékszem, hogy melyik térképet használom. Map Genie-t használjuk? Hát... Azt hittem, hogy hol vagyunk. Kár Trolden, hol van ez a Kár Trolden? Elvileg ott vagyunk ahhoz közel. Aha, tehát ez ott, igen. Jó, 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 akkor most már tudom, hogy hol keressük. Worthy of Trust. Na ez lesz az. Na nézzük. Aha, na. Aha. Na, amúgy ez érdekesnek tűnik. Ez érdekesnek tűnik. Ó, hát kapunk érte XP-t és kapunk érte pénzt is. Hát persze, hogy segítünk. Ennél gyakran járok Novigradba, majd beugrom, hogy megnézem, hogy megy az üzlet. Thank you. You find me in the port district. My name's Johan Bonner. See you later then. Johan Bonner, tehát a Bonner. Úgy kell őt keresni. Fickós egy jószág. Tudtad, hogy felcsinálta a jármosó nőjét? Mi marad, ha eltávozunk? Hogyan emlékeznénk ránk? Hogyan emlékezhetnek ránk? Tisztelettel szólnak majd rólunk? Bonner az árbóc szakértő. A fókusz rögtön ott volt Geráltnál, ahol lennie kellett, ki gondolta volna. Ott volt egy sámán, srácok a háttérben. You need not do this, child. Nem kell ezt tenned, de akarom. Az a csávó volt az, aki miatt el akartam kezdeni a gwintezés, srácok. Ez a szemét. Csak mondom. Ő telt róla, hogy elkezdtem gwintezni. Őrlet, hisz ifjú lány még. Sok... Ez aki az első részben meghal a sorozatban? Erszínyes? Hát nem tudom. Nem hiszem amúgy. Ó! Ő az amúgy? Ja, akkor jó. Thank you. Nice to see you again. Ó, igen. Hello.
Hogy néz igen át, hogy vizslatja. King Bran of Clan Twirsech. Bran király utolsó útjára indul, melynek végén dicső elődeink várnak rá, s eztán együtt vadásznak és sportjáznak tovább. Together they will hunt and raid. Ez a R betűs boss az Elden Ringből, a Kelgyó. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. Together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. Geralt, egy temetésen vagyunk. You smell wonderful at this. Csodás az illatod ezen a temetésen. Skelligar. Is its clans. In times of war, tradition. Háború idején a hagyomány egyesíti a klánokat királyuk vezetése alatt. Úcsút mondunk Brennek, ideje kijelölni utódját, aki vezet bennünket a feketék ellen. Kertrolde kapuj nyitválnak mindazok előtt, akik szívesen a Tuirisseach klánbeli Brenn, akik szívének a Tuirisseach klánbeli Brenn kedves volt. Those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Haven't seen each other in 2 years. 2 éve nem láttuk egymást, egy magányos házikót akarok a tengerparton. Bezárkoznék oda veled, és egy hétig ki se jönnék. Mihez kezdenénk ott egy hétig? Olyan sok ötletem van. Az, amelyikben a trófákhoz használt kötél is szerepel? Érdekesnek tűnik. Megint olvasol a gondolataimban? És tetszik, amit látok? Megtudtál valamit velemben? Novigráddal az a helyzet. Ciri ott volt, valami átok feloldásának kereste a módját, de már elment. Biztos vagy benne? Dandelion-tól hallottam, és nem cirkalmazta. Mi az a cirkalmazta? Tudsz valamit erről az átokról? Nem sokat. Ciri bajba került, és nem tudta befejezni, amiért oda ment. Megszereztem egy fiolát. Ezt akarta valahogy megbűvölni. Később megnézem. Tuti fúrnak, meg festenek egész héten majd. Így van, tatarozzák a tengerparti kecót. Így van, így van. Ami Velent illeti. Szörnyű hely. Ciri valahogy feltűnt a helyi uralkodó kastélyában, aki egy önjelölt báró. Ez a sebesülése után volt. Megsebesült? Súlyosan? Nem hinném. Fel kellett, hogy épüljön, mert ez a báró tovább küldte Novigrádba. Gondolom, épp téged keresett. Előtte 3 boszorkány kezébe került. Szerencsére sikerült megszöknie. Boszorkányok? Vagy inkább rémségek. Meg nem oda nem pontosan mik, de veszélyesek. Fenemód. Belebotlottam egy régi barátunkba is velemben. Kérába. Mi az ördögöt keresett Kéremetsz abban a pusztaságban? Boszorkány vadászok elől bujkált. Ide hallgass, azt mondta, egy tündemágus járt ott, és Cirit kereste. Jó, mondd el bővebben, ha majd lesz időnk. Egyébként, ha a báros rész kiadod, akkor itt kicsit változik a dialógus. Na, miben? Na és te, mit tudtál meg? Egy ideje valami különös történt Arcskelligén. Egy varázscsapással előidézett katasztrófa. Igazán rendkívüli, természeti rendellenesség. Sose láttam még ilyet. A megérzésem azt súgja, Ciri okozhatta.
Nagyra tartom a megérzéseidet, Jen, de kell valami kézzelfogható bizonyíték. Biztosan tudnám, ha fel tudnám deríteni a katasztrófa sújtotta területet. Sajnos Hermione és a druidái senkit nem engednek a közelébe. Hermione itt a fő druida? A Skellige kör feje? Nem láttam őt mióta? Ciri kislánykora óta? Nem minném, hogy bármi szívességet tenne neked, még a régi idők emlékére sem. Miért nem adják, hogy körülnéz arra felé? Mondjuk úgy, hogy véleménykülönbség. Egy nagy, hangos véleménykülönbség miatt. Miért csak itt van Krak? Fehér farkas! Üdv neked, Krak! Találkozunk a virasztáson, és nem fogadok el kifogást. Fontos dolgot kell megbeszélnünk. Most fest a magányos kis kunyognak várnia kell. Rakan Krét olyas valaki, akit szövetségesünknek kell tudni. Ilyen tudod, hogy ki nem álladom a dolmányokat, túl szorosak, amíg be nem törnek. Én se fogadok el kifogást, nem azért vagyunk itt, hogy jól szorakozzunk. Megoldandó ügyeink vannak, és megfelelően kell öltözködnünk. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. Találkozunk a nagy terem bejáratánál. We'll meet at the entrance to the feast hall. Megszíd minket, Jen, mert nem néztünk rendesen körül. Oh. Új szereplői bejegyzés. Birna. Új szereplői bejegyzés, Emiron, Bran, Krach and Krait, 225 tapasztalati pont, a cél Skellige frissült, és teljesült, meghalt a király, éljen a király! Elmegyünk a szobába. Én Yennefer-rel szeretnék beszélni mi hamarabb. Hát ez továbbra sem izgalmas. Olvasgatunk majd amúgy, srácok. Csak mi hamarabb szeretnék ilyennel beszélni. Feláldoztam a legjobb kancell, megtiszteltetés volt. Remélem jól szolgálja majd a királyunkat. Nagy a mi veszteségünk. Nyomják itt a bogzot a srácok. Megy szervező, na ne szívass már. Kinyitva a kult, ez lesz ilyen szobája, mindig szerette, ha van hely. És fényűzés. Luxury. Ó, igen! Ó, igen! A kitömött egy szarvú. Rendbe hozta. Nem tudom, ez mi lehet ez az egy szarvú, de biztos nagyon jó lehet, hogyha itt van. Csillogás, orgona és egres illatú, még csukott fedéllel is. Nem változott az ízlése. Yennefer naplója! Egyre többször foglalkozom azzal, hogyan lehetne elfogni egy dzsint, munkába állítani a hatalmát. Sok mindent nyerhetnék vele.
Amos vár Ipsis kötete megerősítette, amit már régóta sejtek. Habár korábban nem jártam sikerrel, nagyon is lehetséges megszelídíteni egy dzsint. Vár Ipsis szerint bármekkora kihívást is jelentene egy ilyen lényre rákényszeríteni az akaratunkat. A nehézségek legyőzhetők. Legalábbis neki sikerült. Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy én is használhatom ugyanazokat a módszereket. Minden egyes dzsin más és más, és az embereknek minden esetben más és másféle módszer kell kidolgoznia. Szinte nem él olyan, akinek nálam nagyobb tapasztalata lenne az e-féle varázs feladványok kibogozásában. A Geralt segítene az engedetlen varázslatos lényekkel való küzdelemben mutatott rátermettségével, meglelnénk a módját. A gond csak az, hogy először kerítenünk kellene egy dzsint, és ez már önmagában is nehéz egy feladat. Na, a lovassági csizmát, meg a míves zsoldos csizmát be is csapjuk. Azt kéne megnézni, hogy van-e ilyen nyomolvasó van, aha. Akkor ezek szerint szerintem a lovassági is lesz. Lovassági, na jó, kivesszük. Aha, most már minden, most már át is rendezte. Na nézzük. Tehát azt kivehetjük, és szerintem azt is. Jó. Akkor a csizmát berakhatjuk. És ez egy nyomolvasó csizma? Egy pillanat. Lovassági csizma 47-es. Jó. Ez a kettő ugyanolyannak tűnik. Hegyvidéki csizma, nem az vadász csizma. Shit. Jó. Fegyverrendezés még szívás lesz. De most ahhoz nincs kedvem. Nem mondom őszintén, most ehhez nincs kedvem. Hoppá! A megaszkópját. Gondolom sehová sem megy nélküle. Ahogy Philippa Eilhard mondta, a megaszkópok és fogkefék a legszemélyesebb tárgyak. De, az a kép, ami Dandelionnak oda lehet adni, az most nálam van, de amúgy oda is adtam. Ha beteszed ide, a rejtek helyre, akkor a kép nálad marad, de a játék odaadja neki. Mármint, hogy megtörténik az odaadás, de a rejtek helyeden is ott marad. Bizony. Trükköztünk. Na hát, megvan minden. Megvan minden most már. Fogalmam sincs, hogy hogyan hozott ide ennyi ruhát. Tán kibérelt egy galeont. A szokásos fekete és fehér. Még az alsó neműje is ott van. Ilyenünk már volt.
Ja. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Késő nekem pontosan? A tanga neki lesz, Geráltnak? Igen, igen. You have returned. Wow! Zakika! Lehet a legjobbakat. A legjobbakat Zakika majd az új helyen. Köszi szépen a 17 hónapos támogatásodat. Én örülök, hogy rajtam mulattattad szabad idődet. Úgy, hogy srácok peregjenek Zakikának a szvegek. Köszi szépen a 17 hónapot. Jó szórakozást. Srácok. Tudjátok, mit felejtettünk el? Az új sérót. Fel kell csapni az új sérót. Az egyszer, de azt is elfelejtettük. Azon jártnénk, ugye? Ú, Turin, te nagyon gonosz vagy. Merre is kell menni? Erre? Ja, erre, oké. Okay. Na. Vard, össze nekem ezeket a rongyokat. Az anyag jó, de Nilfgaard napkorongja. A háza padlójára szeretné a Nilfgaardi napkorongot. Na, hajrá, 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 Zakika. Majd mesélj. Az igen, micsoda tetkói vannak. Ő egy szabó, valószínűleg az egyetlen a szigeten. Le tudod vágni a hajam? Ha már olyan jól forgatod az ollót. Na, jött a hajvágás. Lázadó tündésre, az milyen is? De már nem emlékszem. Jó, jó. És akkor jöhet bozontos kecske szakáll rövid bajusszal. Szerintem ennél van rosszabb. Bajusz és pamacs szakáll. Jó, nagyszerű. So long. So long. Hey, Schuster. És úgy hívják, hogy Schuster amúgy. Van ennél rosszabb szakán is? Igen? Az arcát mindjárt rendbe rakjuk, srácok. Van baj az ajtóval, na várjatok. Hoppá. Na, srácok, kicsíptük magunkat. Mondjuk nem értem, hogy miért fekete a bajsza és szakáll a Geráltnak, de kicsíptük magunkat. Nagyon jó, nagyon jó. Elhoztam nektek szerintem azt a
azt a kinézetet, amit így nem nagyon láthattok egyébként Geralton, úgyhogy ez most egy különleges rész lesz, én úgy gondolom. A Szabó befestette ruhafestékkel? A szemétje. Ez már valami Dragon Ball játék? Na! Azt amúgy nézzük már meg, hogy... Igen, most megcsináltuk azt a questet, hogy... Destination Skellige. És most jön a... The King is dead, long live the King. Jó. Yennefer úr, hogy úgy örülök, hogy eljöttél lerónni a tiszteletet. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The king of the isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Bemutatná egy ilyen? Na várjatok. Azt írják, hogy lehet, hogy nem fog működni ez az öltözet, ami rajtunk van, mert ugye nem biztos, hogy azt használjuk, amit ilyen adott. Nagyon tetszik nektek ez a hajgeráton, ugye? Ugye? Jó. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Birna, widow. Bren özvegye Birna. The queen mother. Az anya királynő. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. Kösz. Jó. Csak akkor működik, hogyha azt a ruhát veszik fel, amit ő ad. Jó. Ok. Ok. Oké, oké, oké. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, srácok. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the forces. Szarul van megcsinálva ez a quest. Clues of Ciri's whereabouts. Hát az van, hogy abban a ruhában voltunk, amit akkor vettem, ami Trisshez kellett, amikor a maszkot kaptuk. És az a gondja Yennek, hogy nem az a ruha van rajtunk, ami az ő szobájában volt. De amúgy tök ugyanúgy néz ki mindegyik, de ez nem az volt, amit tőle lehet szerezni. Tehát akkor most mindent bepakolunk, ami esetleg másik lehet, és akkor most már jó.
Na, most már biztos, hogy csak a jót lehet felvenni. Jó. 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 Right. Just not something I'd ever wear. But aztán a másik kell. Erre kíváncsi leszek. Hát de pontos elpakoltam mindent. Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. Hát kettőt adott is. Josiah DeVries. Hoppá, még jó, hogy visszajöttünk. Still turns to it for inspiration. A mérgezett forrás, na nézzük csak. Jó, hát most nem tudom az melyik lesz, mert hogy belenéztem. Gondolom ez itt lesz az egyebeknél. Ez az nem. Nem. Ez nagyon jó. Akkor biztos alló lesz mi. Legegyszerűbb lenne, hogyha újra betölteném a játékot. Mi? Melyik volt az? Ez? As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Jó. Josiah DeVries. Még mindig ebből merít ihletet. Still turns to it for inspiration. Na. Senki nem születik varázslónak. Mind a mai napig alig vannak ismereteink a genetikáról, az öröklés menetéről. Túlságosan kis időt és erőt fordítunk eme kérdések kutatására. Sajnálatos módon még mindig a mágikus képesség alkalmazásának, mondjuk úgy, természetes öröklése terén végzünk kísérleteket. Ezeknek a kísérleteknek nevezett valamiknek az eredményei túlságosan is gyakorda kerülnek városaink kanálisaiba. Túlságosan is sokszor kéregetnek templomaink falain kívül. Túlságosan is gyakorta látunk és találkozhatunk agyhalott, gyenge elmélyű asszonyokkal, olyan nőkkel, akiket saját köpetük borít és prófétáknak, látokoknak, falusi jósoknak vagy csodatevőknek adják ki magukat. Hülyékkel, akiknek az agyát tönkretette a megörökölt és zabalátlanul használt hatalom. Ezek az együgyűek és bolondok maguk is szaporodhatnak, továbbadhatják képességeiket, amivel folytatódik az üllés. Akad-e bárki is, aki képes előre látni, vagy akár meghatározni egyféle láncolatnak, miképp fest majd a legutolsó lánc szeme? Mi varázslók, az agyalapunk működésében beállt változások következtében szinte kivétel nélkül elveszítjük a szaporodás képességét. Mások, legtöbbször a varázslónők, sértetlen petefészekkel érik el az érett mágikus képességet. Megfoganhatnak és szülhetnek is. És van még merszük ezt szerencsének, áldásnak tartani. Megismétlem, senki nem születik varázslónak. És senki nem is lenne szabad. Tudatában lévén, milyen súlyos témáról írok, választ kínálok a kérdésre, amely a cidárisi találkozón hangzott el. Magabiztosan kijelentem, mindnyájunknak magának kell eldöntenie, mi szeretne lenni, anya vagy varázslónő. A Novigrád bandája az jó. Az jó küldi parfüm kollektor. Hát elég nyers volt ez a könyv.
Aha. Ott vannak az újak. Ez, az, és az. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Who exactly is she to me? Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. The stuffed unicorn. No idea how she fixed it. So much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. But ezek szerint a naplót már itt elolvastuk. Jó, megvan minden. You a tailor? I take it you're doing something. Na nézzük. Hajvágás. Lázadó tünde. Ilyet a szakál. Bajusz és pamacs szakál. Pofa szakál. Nem, én maradok a bajusz és pamacs szakálnál. Nem, meggondoltam magam. Viszlát. Ja, én mindig 100%-os főzet mérgezéssel rohangálok. Mert ugye még az nincs kipakolva nekünk, hogy még többet tudjunk inni. Na, annyit csinálunk, hogy meditálunk egy kicsit. Most az igazi, srácok. Na. Be akarunk jutni mindenhova, srácok. Ez a mottónk. Mármint csak oda, ahova szabad. Na milyen nyomunk egy F5-öt? Jó, hát ez másik gépen sikerült. Na nézzük. Most vajon jók leszünk-e? Skip, skip, nem lehet skippelni, kösz. Na. Jó. Bemutatnál. The queen. Yeah. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. Hát ezt nem hiszem el. Mégis amúgy mi a fenét kéne felvenni? Amúgy. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion. Rossz a nadrág, a budgyos, nem jó a sima kell. Hát de nem azt adta, tehát hogy ott volt négy cucc volt ott, amit megjelölt új itemként, és én abból a négyből választottam. Én felveltem a budgyost. Jó. Tessék. Ennek az a neve Skellige-i térnadrág. Na nézzük. Nekem 4 volt fölül az új cuccoknál élőlény. De amúgy 4-nél többet lootaltam. Not so fast, Roach. Bran was a great heinie. You skip the king of that. Szerencsére már mentettem így, úgyhogy. This is the quick lovely outfit. Oh. You look dashing. Thank you.
You're dazzling. Nagyon hiányzott a nyíltságod. I'm glad we're here together. Örülök, hogy itt vagyunk együtt. Igazán utálom az ilyen eseményeket. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and nem szereted az átsült, rosszul átsült húst és a teleportálás sem. Keressük meg Kracht. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Kracht wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Nem fogok inni. Miért tompítsam az érzékeimet, amikor ilyen kellemes társaságban vagyok? Egész estére bogokat tervezel? Azt tervezem, hogy kimondom, amit gondolok. Azt írták egyébként itt, hogy érdemes beszélni a kertroldai kovácssal. Just want to get some air. Very well. Once you've aired out thoroughly, find me by the entrance to the feast hall. Na. Hát akkor biztos, hogy nem. Akkor micsoda? Nem. Na jó, mondjuk most már mindegy, megnézzük, aztán majd újra töltjük, srácok. Greetings, White Wolf. I suspected you'd come by. Bah, I was sure of it. Oh yeah? The best stocked armory in all Skellig is right here at Kaer Trolde Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for myself. Take your time. Give them all a careful look. Wow. Kit koronáznak királyá? What do you think? Who'll be the next king of the Isles? Hjalmar, clear as day. Hjalmar. Lads brave and generous. Nincs nála érdemesebb jelölt. No better claimant. Ez a csávó úgy néz ki, mint amikor csináltuk, tudjátok, azt a raktáros ügyet, ahova oda vittek egy nekkert, oda vitt a törp egy nekkert. Ennek a csávónak ugyanaz a modellje. Mesteri osztály páncélzatot tudsz készíteni? Looking for someone who can make me a master quality breastplate. Never known a master who wasn't a dwarf. Fergus, perhaps? Say he's holed up somewhere in Velen. Esetleg Fergus azt beszélik, valahol Velenben húzta meg magát. Ja, őt ismerjük. Na. Ó. Én nem is vele akarok beszélni. Na. So long. Hanem vele. Interested in the weapon? There's a tale behind every. Itt minden darabnak története van. Mesélj valamelyik fegyverről. Battle axe looks pretty old. Even older than this keep, and yet still sharp. Once each year, at Seyavin, this axe speaks. It tells of blood spilt in battles, of burning villages and sunken boats. Might be a curse. And might be it drank too much human blood. What's certain is, no one wants it. Ennyi, igazából. Igazából ennyi, ahogy látom. Ennyi volt a plusz dialógus, amit most így meg lehet csinálni. Jó. Többször mond neki, ugyanazt más fog mondani, illetve ez nem plusz, ez mindig ott lesz. This sword's hilt is made of meteorite steel. No. It's made from the heart of a fallen star. Whoever wields this sword will always find his way at sea, no matter how stormy the skies.
But after a time, it overwhelms its owner with sadness and longing for its starry home. And nothing, not even good fun and good company, can cheer him up. Tell me a story about one of your weapons. See this sword? You know by its craft is marked. Lárséjét korombeli fickójéval. Belonged to Lars. He would have been the same age as I. What happened to him? His wife went missing during a nasty storm. It was said the goddess smiled fondly on her, so Lars refused to believe she was truly dead. He ran out on the rocks and begged Freya to give his wife back, left his sword behind to show the gods humility, and never returned for it. Selling that same sword now? We could have tossed it in the sea, but Fish got no use for blades. He had no family, so I'm selling it to the right man. És vele is lehet kártyázni. És... hát itt van valamelyik. Melyik az? Pillanat, srácok. Azt mondja, hogy... hát, pedig ez kell, hogy legyen. Nem. Neki máshogy van rendezve. Ez. Nem. Hát, gondolom ez. Amúgy nem annak tűnik. Valószínűleg nekünk más itt a loot. Nem tudom. Hát itt van egy olyan karda, ami 75%-os damage, de ezt nem látom. 75%-os crit hit chance. Ezt már lehet, hogy akkor kivették? Ja, ezt lehet, hogy kivették. Micsoda jó ízét lehet itt venni. Jó cuccokat. Átnézem még egyszer. Aha. 75%-os crit hit damage bónusz lehet, mint hogy lenne a fegyverem. De ezek szerint akkor ezt kivették. Ott van. Nem. Mármint, hogy ilyesmi, csak ennél jobb. Nézd csak, ott van. Ugye ez a sebzés bónusz, nem a találati esély. Ezen 50%-os kritikus sebzés bónusz van. Ezen is. Én nem látom azt a kardot. Na mindegy. Szóval velük majd kártyázhatunk. A lényeg, hogy Yennefer örült annak, hogy így öltöztünk, és átjutottunk végre Skellige-re. Hát, mondhatni már ideje volt így a 28. résznél. Eddig jutottunk, srácok, a mai napon. Csináltunk pár mellékküldetést, illetve átnéztük a Gwent paklinkat még Novigradba, már csak kettő dolog hiányzik onnan, amit hát remélhetőleg hamarosan meg fogunk tudni csinálni. Miután ezt a főküldetést befejezzük, amiben most belekezdtünk, ráállunk arra, hogy minden, ami Novigradban maradt, azt megcsináljuk. Így, hogy most már Skellige-n tudunk ténykedni. A legfontosabb az lenne, hogy Yennefer-rel úgy tudjunk beszélni, hogy nem éppen tehát, hogy nem csak az ő feladatait csináljuk, amit ő kitalál, hogy csináljuk, hanem mi is tudjunk vele úgy beszélni, amikor ő éppen nem akar tőlünk semmit. Úgyhogy az lenne a cél. Hát ja, jó menet volt a mai. Jó menet volt. Nagyon örülök neki, srácok, hogy sikerült idáig eljutni. Remélem, hogy tetszett nektek.